Tehát, hölgyeim és uraim, kedves vendégeim, most pedig következik még egy induláló. Szabó Tibor, a Szombathelyi Vörös Sándor Színház színművésze, most a Radnó Miklós nem tudható című verset szavalja. Nem tudható, hogy másnak a tájén mit jelent. Nekem szülőhazám, elállított lelkes ország, messze ringó gyerekkoromnál. Belőle nőttem én, mint hatörzsből gyönye állva, s remélem, testem is majd e földben süpped el. Itthon vagyok, s ha néha lábamhoz térdepelt egy-egy okor, nevét is, virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, és tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon, a házfalakról csorgó, vörösödő fájdalom. Ki képen száll fölébe, annak térképet állja, s nem tudja, hol lakott itt Vörösparti Mihály. Annak mit rend a térképen? Gyárak, s vadalakta. De vittem szöcskét, ököt, tornyot, szerint tanyát, az gyárat általát sűr és szántó földeket, míg én a dolgozót is, ki dolgáért remegem. Erdőt, füttyös gyümölcsöst, szőlőt és sírokat, s a sírok között anyunkát kihalkan sírogat. S mi földről pusztítandó vasút vagy gyáruzen, az bakterház. Bakter előtte áll, s üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában magamban emberek. És ott a park, a régi szerelmek lábnyoma. A csókok íze számban, hol méz, hol áfogya, s az iskolában nem vén, a járda peremén, ne feleljek aznak, hogy tőle léptem én. Én itt e kő, de föntről e kő sem látható. Nincs műszer, melyen mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többinét, s tudjuk, miben létkeztünk, mikor, hol és miként. De élnek dolgozók itt, költők és bűntelen, és csepszokók, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik sötét pincében bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke újja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjével. Szabó Tibornyval hatták, aki idén ünnepelt a 60. születésnapját szinte hihetetlen, és aki már nem itt született, ma már vallottan és általuk is igazoltan Szombathelyen. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves vendégeink, kedves televíziónézők, az ünnepdíjak átadása következik. A Szombathely sportjáért életű díj adományozható annak a személynek, aki hosszabb időn át, de legalább 25 éven keresztül a testnevelés és a sport területén kiemelkedő tevékenységet végzett, és munkájával közmegbecsülést szerzett. A díjat évente egy személy kaphatja. 2017-ben a díjat Lengyel György veheti át a versenysport területén kifejtett több évtizedes kimagasló munkája elismerésére. Dr. Hende Csaba, az országgyűlés alelnöke, országgyűlési képviselő, Dr. Puskás Tivadar, polgármester úr.
Illés Károly és Kocka Tibor alpolgármester urak, valamint dr. Takás Mely, dr. Tenki Mária, a Jogi és Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke.